Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió december 18-ai szerda esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Családbarát szülészet. Egy 51 millió forintos pályázatnak köszönhetően új műszereket tudott vásárolni a Bajai Szent Rókus Kórház, és egy speciális falfestést is kaptak a szülőszobák. Adni öröm. A Mátai Szeretetszolgálat Bajai csoportja az idén is több száz családnak tud segíteni a jótékony adományokkal. Jótékony karácsony. Az idei évben is igent mondtak a sportegyesületek a Bajai Televízió által szervezett jótékonysági akcióra. A szülészeti ellátás egy pályázatnak köszönhetően fejlődhetett az idén a Bajai Szent Rókus Kórházban. Az 51 millió forintos beruházás során új műszereket tudott vásárolni az intézmény, és egy speciális falfestést is kaptak a szülőszobák és a kórtermek, amely minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét. A betegek biztonságát szolgáló fejlesztésről a szerdai sajtótájékoztatón számolt be a kórház vezetése. Az 5 éve épült be gyógyászati pavilonban egy pályázati támogatásnak köszönhetően a teljes szülészeti osztály kapott új festést. A speciális réteg az úgynevezett nanofesték, amelyen nem tapadnak meg a baktériumok. A szülőszobák, a kórtermek és a folyosók falai, valamint a kilincsek és a korlátok is ilyen festésen estek át az elmúlt hetekben. A kórház vezetői elmondták, ezzel gyakorlatilag minimálisra csökken a fertőzés veszély, amely nem csak a betegeknek, hanem a dolgozóknak is a javát szolgálja. 19 millió forint értékben eszközök vásárlása történt, valamint további 40 millió forint értékben festés. Ez 4500 négyzetméter falfestést jelentett, és 250 négyzetméter egyéb speciális festést. Ezek voltak a foggantyúk, az ágyvégek, a kapcsolók, tehát minden olyan szerkezet vagy egység, amit rendszeresen fogunk, és a legtöbb fertőzést ezeknek a fogdosásával lehet átvinni, ezek kapták ezt a nagyon speciális űrtechnika, nagyon csoda festést. Az osztályvezető főorvosa, dr. Mátrai Tibor elmondta, a születések száma az utóbbi években stagnál, a Bajai Kórházban ez 500 és 600 közötti számot jelent. A támogatásnak köszönhetően új eszközöket is vásárolhatott az intézmény a szülészetre, így például légzésfigyelő őrzőmonitorokat és 8 darab ilyen fotelt, amelyet kifejezetten a szoptatásra fejlesztettek ki. A több mint 50 millió forintos támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat biztosította. Azok a gyerekek, akik itt születnek, azok olyan körülmények között születhetnek, amelyek megfelelő körülmények. Ugye a kórházban az elmúlt esztendőkben nagyon sok fejlesztés történt, és hála Istennek nem csak az épületek fejlődtek, nem csak a kubatúra fejlődött, hanem nagyon sok műszert is sikerült beszerezni, és ez a betegbiztonságot segítő fejlesztés is most már a mindennapok részévé válhat. Az osztályon a felújítás alatt is zavartalanul folyt a munka, ami sok szervezést követelt meg a dolgozóktól. Az intézmény vezetése ezt külön megköszönte Mikon Néróka Krisztina főnővérnek. A Bajai Kórház 2016-ban elnyerte a Családbarát Munkahely címet, a szülészet nőgyógyászatnak pedig nemrég ítélték oda a Családbarát Osztály elismerést. Az önkormányzat a helyi tömegközlekedésről várja a busszal járó bajaiak elvárásait és utazási szokásait. A kérdések többek között a járművek kihasználtságára, a járatok gyakoriságára, a megállókra, valamint a jegy- és bérletárakra vonatkoznak. A kérdőíveket elektronikus úton a város honlapján lehet kitölteni, vagy az önkormányzat honlapjáról lehet kinyomtatni. A papír alapú dokumentumot a Bajai Polgármesteri Hivatal portáján lehet leadni. A név nélküli kérdőíveket 2020. január 20-áig lehet beküldeni az önkormányzatnak. Lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az egyik nagy élelmiszerlánc 6 napon át tartó jótékony akciója. A kezdeményezés során a bajai csoport 2 helyi áruházban is gyűjtött, amelynek eredményeként több tonna száraz élelmiszert osztottak szét az Adni Öröm feliratú csomagokban. A szervezet helyi irodájában szerdán osztották ki az adományokat, a gyermekes családok pedig szeretett dobozokkal is gazdagabbak lehettek ezen a napon. Szebbnél szebb ajándékcsomagok tornyosultak szerdán a Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportjának irodájában, ahol már a reggeli órákban egymásnak adták a kilincset a szervezet által kiértesített személyek.
Az élelmiszer csomagok zacskóin pedig az Adni Öröm felirat volt olvasható, hiszen ezzel a címmel hirdette meg a szeretett szolgálat az egyik hazai élelmiszerlánccal közös akcióját. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Baján két áruházban is várták az adományokat a szervezet önkéntesei, és bizony akadtak bőven segíteni szándékozók. Ennek köszönhetően több száz család karácsonyát tudják egy kicsit könnyebbé tenni, mondta Maros Beáta, a bajai csoport vezetője. Lezárult a 6 napos élelmiszergyűjtő akciónk, aminek eredményeképpen több mint 2,5 tonna élelmiszer jött össze, főként liszt, cukor, olaj, tészta, konzerv, tehát olyat, amit a mindennapokban tudnak használni a családjaink. És valóban a lezárást követően tartós élelmiszercsomagokat készítettünk, ami itt a Málta irodánkban látható is, és a mai napon veszik át azok a családok, akik részben a nyilvántartásunkban szerepelnek, részben pedig ugye a ruharaktári tevékenységünk során szoktunk velük találkozni. A csoportvezető hozzátette, nem csak élelmiszerrel tudják segíteni a családokat, hanem egy-egy szeretett dobozzal is, amelyet a gyermekeknek szántak. A dobozok szintén egy nagyszabású gyűjtésnek köszönhetőek, amelyet 3 bajai iskolában hirdettek meg. A szeretett dobozokból 3 iskolát szólítottunk meg, a Szent László AMK-t, a Subavica iskolát, illetve a Szent István iskola pedagógusainak közreműködésével közel 600 cipős doboz, szeretett doboz jött össze, és ebből 130 doboz szállítottunk Erdélybe az ottani gyerekeknek, akik ezt Mikulásra kapták meg. Az élelmiszerből, ahogy említettem, 2,5 tonna jött össze, és a múlt héten is osztottunk már, illetve a mai napon körülbelül egy olyan 100-150 család részesül ebből a mostani időszakban. A szervezet ezzel természetesen nem fejezi be adománygyűjtő akcióját, hiszen a márciusig tartó krízis időszakban továbbra is felkészülten várják a hozzájuk fordulókat. A II. Világháború lengyel katonáira és segítőikre emlékeztek Garán. Ebből az alkalomból egy emléktábláról is lehúlt a lepel a településen. Stábunk is ott járt az eseményen. Hamarosan jövünk a részletekkel. Szerdán délelőtt ismét meleg étellel várták a nehéz sorban élő bajaiakat. A menüt ezúttal népes társaság készítette el. Az asztalokra került halászlevet ugyanis a bajai halfőző lovagrend és a bajai halfőző bajnokok egyesületének tagjai állították elő. A 300 adagnyi ételhez közel 120 kg halhúst használtak fel. A decemberre nem jellemző tavaszias időjárás ellenére rövid időn belül megtelt a belvárosi közösségi ház szerdán délelőtt. Az érdeklődők ezúttal nem a hideg elől húzottak be az épületbe, sokkal inkább az illatok csalogatták be őket a terembe. A jótékonysági ételosztás legutóbbi alkalmával ezúttal eredeti bajai halászlé került az asztalokra egy helyi vállalkozó jóvoltából. Az interneten olvastam a felhívást, hogy lehet az ételosztáshoz csatlakozni, és sikerült megnyerni profi halfőzőket, halfőzőbajnokokat, és 120 kiló halat ajánlottunk föl, amit itt a klubban osztunk ki. Kollerné Tóth Mónika az étel elkészítésére helyi kiválóságokat kért fel, így a bajai halfőző lovagrend, illetve a bajai halfőző bajnokok egyesületének tagjai álltak a bográcsok mellett. Ádám Péter elmondta, örömmel álltak a jó ügy mellé. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, és utána sikerült összehozni a stábot, aki ezt igazából most megfőzte. Egy jó dolog ez a jótékonykodás, mert én azt hiszem egész életemben, hogyha magamat tekintem, egész életemben jótékonykodtam, de hát elmondható a többi tagtársunkról, illetve akik itt főznek. A látogatók egymás után foglalták el helyeiket az asztaloknál. Ezúttal a halászlevet nem a helyi Caritas csoportok önkéntesei, hanem a felajánló és családtagjai szolgálták fel. Dr. Zöld Lászlóné kiemelte, sok éves hagyománya van annak, hogy az ünnepeket megelőző héten halászlével várják a betérő vendégeket. Nagyon sokan jöttek, hiszen nem minden alkalommal jut ilyen étel az asztalukra, és ez látszik is. És hát van köztük olyan is, aki biztos, hogy nem rászorult, de az illat becsábította ide. Ezt mi is látjuk, ez természetesen ez egyáltalán nem jelent gondot. Mint minden alkalommal, ezúttal is 300 adag ételt készítettek a halfőzők, a felajánlónak köszönhetően pedig a közösségi házba látogatók mellett a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény hajléktalan szállójának lakóinak is biztosították a meleg ételt.
2019-ben további egy alkalommal várják a nehéz sorban élőket, december 20-án pénteken, amikor is vegyes sertéspörkölt lesz a menü. Jelentős segítséget kapnak az egyes típusú diabétesszel élők január 1-től. A kormány az egyes típusú diabétesszel élő gyerekeket nevelő családoknak és a felnőtteknek egyaránt nyújt támogatást, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin elmondta, Magyarországon mintegy 4000 család nevel egyes típusú diabétesszel élő gyermeket. Felnőttként pedig ennél is többen élnek ezzel a betegséggel. Az érintettek vércukoregyensúlyát segítő eszközök támogatása jelentősen nő. A gyermekek és a nappali tagozatos tanulók esetében 98, míg a felnőttek esetében 80%-os támogatást jelent, közölte az államtitkár. Emléktáblát avattak Garán. December 15-én a II. Világháború lengyel katonáinak és magyar segítőinek ünnepi megemlékezését tartották a Bács-Borsódi Integrált Szociális Intézmény Garai telephelyén. A megemlékezésen a lengyel nagykövet is részt vett. A lengyel és a magyar himnusszal kezdődött a megemlékezés vasárnap délelőtt. Az ünnepségen Fa Béla, Gara község polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte, ez az időszak is a falu történelmének egy részét képzi, ugyanis ebben az időben a garaiak segítőkezet nyújtottak a bajba jutott lengyel katonáknak. Amikor arról van szó, hogy segítség kell a másik embernek, arról van szó, hogy az emberségnek kell felülkerekedni, akkor nem számítanak az ideológiák, és nem számít a politika. És én azt gondolom, hogy Garán ez különösen igaz, hiszen itt több nemzetiség él együtt. Nyilvánvaló, hogy nem egyeznek a vélemények sokszor, de mégiscsak békében és barátságban tudnak egymás mellett élni. És én azt gondolom, ez mindennél fontosabb. A II. Világháborúnak ezt az időszakát dr. Dániel József történész ismertette. Az ünnepségen a lengyel nagykövet üdvözölte és mondott köszönetet a magyarok számára. Nagyon fontos, nem csak az egyénnek, az egyén számára, hanem a nemzetek számára is, hogy legyenek barátai, hogy legyenek azok, akikre lehet számítani, még a legnehezebb helyzetekben is, mert ahogy mi Lengyelországban nagyon jól tudjuk, barátság ismerszik a bajban a legjobban. Az emléktábla leleplezését követően Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője ünnepi beszédében kiemelte, a most átadott emléktábla legyen egy korszakon átnyúló jelzés arra, hogy léteznek olyan kötelékek, amelyeket semmi sem képes elszakítani. Fontos része volt a garaiaknak, illetve a gara településnek abban, hogy a lengyel katonák, akiket ugye a II. Világháborúban megtámadott Németország is ide menekültek, innen tovább tudjanak menni, és nagyon szép dolog, hogy erre akkor történtekre emlékeztek a garaiak, tudtunk emlékezni a lengyel nagykövetséggel együtt. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy azok, akik ma élnek a településén, azok is tudják, hogy mi történt hosszú évtizedekkel ezelőtt. Az avató a lengyel és a magyar koszorú elhelyezésével, majd a lengyel katonákért szóló szentmisével folytatódott a garai római katolikus templomban. Ismét hátrányos helyzetű családokon segítettek a sportegyesületek. Az idén is megszervezte televíziónk a Jótékony Karácsony elnevezésű műsorát, melynek keretében helyi sportolók, sportvezetők gyűjtöttek ajándékokat a számukra kiválasztott családnak. Az idén a sort a Bajai Bácska FKE kezdte meg. Az elmúlt években számtalan olyan pillanatot élhettünk meg a Jótékony Karácsonynak köszönhetően, ami a családok és a sportolók számára is emlékezetes marad. A sportegyesületek segítségével a kiválasztott családok olyan mértékű ajándékot, segítséget kaptak, melynek köszönhetően valóban könnyebb és boldogabb lehet számukra az ünnep. A karácsonyhoz közeledve férfi kosarasaink már célba érkeztették az általuk gyűjtött ajándékokat. A Bajai Bácska FKL képviseletében Hosszú István klubelnök, Franc Valászló technikai vezető és a felnőtt csapat kapitánya Ágfalvi Bálint ajándékokkal megrakodva érkeztek az idén kiválasztott családházához.
Emlékeim szerint ez a negyedik alkalom, hogy részt vehetünk itt a Bajai Televízió, illetve a Caritasszal karöltve ebben a jótékonykodásban. Igazán a Caritas segít nekünk abban, hogy talál olyan családokat, akik úgymond szívesen látják, vagy örömmel látják a valamelyik kis segítségünket. Hát én remélem, hogy valamivel hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy egy boldogabb, könnyebb karácsonyuk legyen. A látottak alapján a bácska jól állította össze a csomagokat ebben az évben is. A ruhanemük mellett tartós élelmiszer, édesség és készpénz egyaránt jutott az aranyos család számára. Többszörös olimpiai bajnok úszónk, Hosszú Katinka számtalan válogatott szerelését és kabala figuráit is fellelhették a gyerekek a csomagok között, amit talán a világ több pontjáról is megirigyelnek. A három gyermeket egyedül nevelő háziasszony gondoskodott róla, hogy senki ne távozzon éhesen. Azt gondolom, hogy országosan is, ha nem az egyetlen, de biztos, hogy kiemelkedő és példaértékű az, ami itt Baján történik évek óta, ezen szervezetek és a szeretett szolgálat együttműködéséből, de hát nem mindenki tudja fölvállalni az ő saját helyzetének a függvényében azt, hogy tömegtájékoztatási eszközök által kísért ez a folyamat. De így tudtuk most ebben az évben ezt a négy családot, akiknek átadjuk az ajándékot kiválasztani. Az önfelett percek gyorsan elrepültek. A kosarasok elbúcsúztak a házigazdáktól, bízva abban, hogy mindenki számára emlékezetes találkozás marad. A bácska az utolsó bajnoki mérkőzésén tombolát árul, és a befolyt összeggel egyaránt a családot segíti majd. A Jótékony Karácsony című műsorunkat december 25-én este 7 órakor tekinthetik meg, amelyben bemutatjuk a Mogyi Bajai Judo Klub, a Mogyi Ese és a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány látogatását is a számukra kiválasztott családoknál. Híreink jönnek még egyszer, röviden. Családbarát szülészet. Egy 51 millió forintos pályázatnak köszönhetően új műszereket tudott vásárolni a Bajai Szent Rókus Kórház, és egy speciális falfestést is kaptak a szülőszobák. Adni öröm. A Mátai Szeretett Szolgálat Bajai csoportja az idén is több száz családnak tud segíteni a jótékony adományokkal. Jótékony karácsony. Az idei évben is igent mondtak a sportegyesületek a Bajai Televízió által szervezett jótékonysági akcióra. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Csütörtökön az éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet az északi középhegység területén napközben is megmaradhat. Az ország nagyobb részén azonban fátyol felhős idő várható, szűrt napsütéssel. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. Az élénk déli, délkeleti szél mellett a Kisalföldön időnként erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között valószínű, de a tartósan ködös tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.